ismert a költő gondolata, itt van az ősz, itt van újra. És ilyenkor láthatóan ez az az időszak az évben, amikor a Magyarország a magyar emberek elleni Európából, az Európai Unióból kiinduló politikai támadások megszokott módon felerősödnek. Az elmúlt napok, az elmúlt egy-hét-tíz nap újra ilyen híreket hozott, úgyhogy azért kértem, azért kértük a lehetőséget, hogy ma a sajtótájékozhatón keretében találkozhassunk, mert elérkezettnek láttuk az időt arra, hogy néhány a magyar emberek közös teljesítménye ellen megfogalmazódó politikai támadás kapcsán, a Magyarország ellen induló és igen, erősnek ígérkező politikai támadások kapcsán néhány kérdést tisztázzunk. Elsőként is a Fidesz és a kereszténydemokrata néppárt európai parlamenti képviselői nevében szeretném azt világosá tenni, hogy Magyarország, a magyar kormány, a magyar országgyűlés a Fideszes és Kereszténydemokrata európai parlamenti képviselők és az alig egyeztendővel ezelőtt megrendezett magyarországi népszavazás eredménye okán nyugodtan mondhatom, a magyar emberek elsőprő többségének az álláspontja az továbbra is világos és egyértelmű. A lehető leghatározottabban elutasítjuk azokat a migráns simogató politikai törekvéseket, amelyek jellemzővé váltak az Európai Unió tagországai többségében elutasítjuk azt a migráns simogató politikai álláspontot, amelyik igen határozottan fogalmazódik meg az Európai Unió több intézményében. Magyarország, a magyar polgárok egyértelmű akarat nyilvánítása alapján nem kíván bevándorló ország lenni, élni kíván azzal a lehetőséggel, amelyik mindegyik Európai Uniós tagországot, mindegyik európai nemzetet, mindegyik ország társadalmát, az adott országban élő emberek közösségét megillető szabad döntés, mi magunk dönthessük el, hogy kikkel szeretnénk együtt élni. Mi magyarok egyértelműen elutasítjuk a soros tervet, szeretném azt világosá tenni, hogy minden irónikusnak szánt, vagy a gatyaletuló politikai vicc kategóriájába tartozó megközelítéstől függetlenül a soros terv sajnos fenyegető és létező valóság. Ez ma már nem csupán egy az idő múlatása kapcsán egy milliárdos által megfogalmazott, akár még hóbortosnak is tekinthető elképzelés, hanem egy világos és egyértelmű politikai program. Ez az az elképzelés, ami az Európai Unió intézményeinek, az Európai Unió tagországai kormányai jelentős részének a politikai gyakorlatát határozzák meg. Ez az a terv, ami egyértelműen arra épül, hogy milliós nagyságrendben telepítessenek be bevándorlók Európába. Ez az a terv, amelyik arra épül, hogy az európai határvédelmi intézkedések azok szűnjenek meg, illetve azok gyengüljenek. Ez az a terv, amelyik arra épül, hogy egy kötelező felső korlát nélküli át, illetve betelepítési kvóta intézmény rendszere jöjjön létre Európába. Az ezzel kapcsolatos előterjesztések, az Európai Bizottságtól származó előterjesztések már az Európai Parlament és az Európai Tanács asztalán fekszenek. Most mindezzel kapcsolatban, ha megengedik, három dolgot szeretnék a továbbiakban világosát tenni. Elsőként is azt, hogy minden ellenkező látszatkeltéstől függetlenül az Európai Unió az szabad és szuverén országok együttműködése. Ennek az együttműködésnek nem formája az, hogy ez az együttműködés egy részvénytársaság lenne, amely részvénytársaságnak van főrészvényese vagy fő részvényesei. Soros György, vagy éppenséggel európai vezető politikusok, és ők, mint fő részvényesek, a részvénytársaságon belül utasításokat fogalmazhatnak meg a kis részvényesek számára. Ez egy teljes tévedés. Az Európai Unió, még egyszer mondom, szuverén európai országok, szuverén európai nemzetek szabad együttműködése. Így tehát minden olyan törekvést, amelyik abból indul ki hogy bárki bármilyen formában olyan kérdésekben utasítást fogalmazhat meg, amely kérdések eldöntése az egyes országok szabad akaratán nyugodhat, minden ilyen törekvést elutasítunk, elítasítjuk azt, amikor azt a látszatot kívánják kialakítani, hogy az Európai Unió intézményei és az Európai Unió tagországai között alá és fölé rendertségi viszony lenne. Másodiként szeretném azt világosá tenni, hogy számunk, számunkra magyarok számára különösen fontos egy lényeges európai alati, alapértéknek is tekinthető e, érték, ez pedig nem más, mint sem a szabadság. Az a szabadság, amelyik egy fontos értéke az európai együttműködésnek. Ez a szabadság ez azt jelenti, hogy az Európai Unió tagországai szabad akaratukból működnek együtt, a döntés előkészítés kapcsán is szabadon cserélheti ki a véleményüket, és végül kiki szabadon alakíthatja ki azt az álláspontját, amivel a közös európai döntéshozatalban részt kíván venni. Minden olyan törekvést, az elmúlt időszakban a napi gyakorlatban érvényesülő törekvést, amelyik ezt a szabad akaratnyilvánításra alapuló uniós döntéshozatalt meg akarja hekkelni, a lehető leghatározottabban elutasítjuk. Ma Soros György és az általa fenntartott hálózat tudatos, nem rejtegetett törekvése, hogy nem az európai polgárok befolyásolása által, hanem az Európai Unió döntéshozatalának a meghekkelése által, a saját elképzeléseiket szeretnék az uniós döntéshozatalon keresztül vinni. Azt gondoljuk, hogy ez a törekvés az európai döntéshozatal meghekkelésére irányuló törekvés a lehető leghatározottabban veszélyezteti egy még oly fontos, sőt csak a sokak véleményét, talán a legfontosabb európai érték a szabadság korlátozás nélküli érvényesülését. És végül, de nem utolsó sorban, tisztelt Hölgyeim és Uraim, talán eljött a pillanat, amikor érdemes azt kimondani, hogy elég volt az intézményessé vált politikai zaklatásból. Ma világosá és egyértelművé válhat mindenki számára, hogy az Európai Unión belül a politikai kommunikáció sokak részéről Magyarország irányába a politikai zaklatás nyelvezetén fogalmazódik meg. Ha megengedik, nem visszaélve jogász végzettségemmel, hadd idézzem. Az önök figyelmébe azt, hogy mit is jelent büntetőjogi értelemben a zaklatás. Ez nem mást jelent, mint sem, hogyha valaki mást megfélemlítéssel, vagy más magánéletébe, illetve mindennapi életébe való önkényes beavatkozással valamire kényszeríteni akarja. Most tisztelt Hölgyeim és Uraim! Természetesen nehogy bárki félreértse, a politikai zaklatást szimbolikus értelemben használtam. Folyamatossá és gyakorlattá vált az, hogy Európai Uniós támogatási források lehetséges megvonásában testetöltő fenyegetéssel, politikai támadások megfogalmazásával, az Európai Parlamentben és különböző európai intézményekben általánossá és gyakorlattá vált politikai hisztivel folyamatosan a politikai zaklatás eszközével akarják Magyarországot, a magyar embereket, a magyar politikai döntéshozókat arra sarkalni, hogy változtassák meg, változtassuk meg az illegális bevándorlással kapcsolatos világos és egyértelmű elutasító álláspontunkat. Én azt gondolom, hogy a zaklatásnak az élet egyetlen egy területén sincsen helye, így a politika világából is a lehető leghatározottabban száműzni kell ezt a gyakorlatot. Most, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ugye az elmúlt napokban ismerté vált az a tény, hogy Soros György ismét Brüsszelbe kíván látogatni az Európai Liberálisok frakcióvezetőjével fog találkozni, természetesen szíve joga bármelyik európai politikai párt vezetőjének a maga partnereit az ilyen találkozó kapcsán megválogatni. Világos és egyértelművé szeretnénk azt tenni, hogy bármilyen szponzori főrészvényesi utasítást is fog Soros György, G. Ferhofstadtnak megfogalmazni. Ferhofstadt úr bármely erőfeszítéssel is fogja ezeket az utasításokat majd az Európai Parlamentben képviselni, nem fogja Magyarország álláspontját az illegális bevándorlás elutasításával kapcsolatban érinteni mindaz, amit tenni akarnak. Végül, de nem utolsó sorban a nyíltság, a transzparencia, az átláthatóság érdekében engedjék meg azt, hogy az emlékezetükbe idézzem, hogy egy hasonló brüsszeli főrészvényesi vagy szponzori rócsót már tavasszal is lebonyolított Soros György. Gyakorlatilag az Európai Bizottság majdnem harmadával, negyedével találkozott. Ennek kapcsán európai parlamenti képviselőként kérdéseket intéztem az Európai Bizottság illetékes tagjaihoz. A kérdések megválaszolását illetően világos és egyértelmű határidőket szabnak meg az európai eljárási szabályok. Magyarországon intenzív hiszti hangján szoktak szólni újságírók akkor, hogyha 17 és fél másodperccel később válaszol bármely kormányzati szereplő egy írásban benyújtott kérdésre. Nos, ebben az esetben hónapokkal, hónapokkal később válaszolt az Európai Bizottság az általam írásban benyújtott kérdésekre, és a válaszaik abszolút semmit mondóak voltak. Magyarán a nyíltság, az áttekinthetőség, a transzparencia nyelvén fogalmaznak, ehhez képest azokra a világos és egyértelmű kérdésekre, hogy az Európai Bizottság elnökével, több bizottsági alelnökkel és több biztossal folytatott személyes tanácskozásokon milyen témákat érintettek, milyen megállapodásokra jutottak a Soros Györgyel folytatott megbeszéléseken. Ezzel kapcsolatban a világos és egyértelmű eljárási szabályokat nyíltan is durván megsértve, több héttel esetenként több hónappal később megadott írásbeli válaszaikban semmilyen érdemi választ nem adtak. Ha csak egyetlen egy dolog az, amiben nem lepleződtek le, ez pedig az, hogy a hat benyújtott kérdésemre adott egyetlen egy darab válaszban, mert egységesen válaszoltak, ez nyilvánvalóan a takarékossággal magyarázható megfontolás, azt írták, hogy ezeket a találkozókat Soros György kezdeményezte, és Soros György kezdeményezésére jöttek létre ezek a találkozók. Ráadásul azt mondták, és kérem higgyék el, nem vicces kedvemben vagyok, szinte szó szerint idézem a választ, hogy azért tartották fontosnak ezt a találkozót, mert az európai vállalkozói szféra képviselőivel való személyes találkozás az nagyon fontos az Európai Bizottság számára. Itt tehát itt egy helyről is tisztelettel javaslom a magyar kis- és középvállalkozóknak, a magyarországi vállalkozói szféra jeles tagjainak, hogy Soros György gyakorlatát követve, ha és amennyiben a magyar vállalkozói szféra véleményét, javaslatait szeretnék megfogalmazni, akkor nyilvánvalóan Soros György, hogy hasonlóan, aki ráadásul nem is. Európai vállalkozó gazdasági tevékenységet, hála az égnek, manapság már nem vagy alig folytat Európában, őt tártkapukkal várták. Tehát én azt gondolom, hogy házai fékbetét fékbetétgyártók és egyébként a turisztikai szolgáltatásokban jeleskedő kőszegi vállalkozókat is nyilvánvalóan tártkapukkal fogják várni, hiszen ha ilyen fontos, az európai vállalkozói szféra képviselőjével való személyes találkozás, hogy Soros Györgyöt az Európai Bizottság harmada negyede személyesen fogadta, akkor azt gondolom, hogy semmi akadálya nincsen, hogy a magyar, azaz az európai vállalkozói szféra jeles képviselőivel is személyesen találkozzanak az érintettek. Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy szó mint száz, a lehető leghatározottabban elutasítjuk azt, a Soros Györgyhöz és hálózatához kapcsolódó, az európai döntéshozatalt meghekkelni kiváló szándékot, aminek újabb állomásai következnek az elmúlt napok sajtóhírei alapján. A lehető leghatározottabban visszautasítjuk, hogy a politikai zaklatás nyelvén próbáljanak Európai Uniós tisztviselők, illetve európai politikusok Magyarországnak, a magyar embereknek, a magyar kormánynak üzenni. És végül, de nem utolsó sorban szeretnénk világosá tenni azt az álláspontunkat, hogy az Európai Unió szabad, szuverén országok demokratikus együttműködésére épülő intézményrendszer nem egy részvénytársaság, amely részvénytársaságnak vannak főrészvényesei és vannak kis részvényesei, és lehetőséget teremtene az európai együttműködés, hogy főrészvényesek utasításokat fogalmazzanak meg a kis részvényeseknek. Ez szabad, egyenrangú és egyenjogú felek együttműködése. Mi ebbe a klubba léptünk be, és ennek a klubnak a szabályait szeretnénk ilyenként fenntartani.